viadukt töltésének oldalában levő savakcsúszda és a lezárt, használaton kívüli völgyhíd kiváló terepet biztosított a kiskamaszok bátorság próbáihoz. No meg a különleges alagút. Eredetileg katonai célokat szolgált, stratégiai menekülő és óvóhely volt arra az esetre, ha a viaduktot bombáznák. A hidak töltését fúrták át, mindkét bejáratát egymást takaró betonfalak zárták le oly módon, hogy a két fal között be lehetett menekülni az alagútba úgy, hogy a menekülő védve volt golyóktól, bomba vagy gránátszilánkoktól. A betonfalak fölött magasan félköríves nyílások biztosították a szellőzést. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején igazi bátorságpróba volt a félelmetes, sötét, pókokkal és denevérekkel teli alagúton átmenni. Aki átment, az bátor gyereknek számított. Érdekes, hogy ennek az alagútnak az iharosi végénél volt az az épület, amely régen mészárszék volt, majd Matuska Szilveszter búvóhelye a merénylet előtt és alatt.